A Romániai Magyar Közgazdásztársaság fiatal vállalkozóknak indít tanfolyamot. A részletekről Tamás Rékát, a társaság ügyvezetőjét kérdezzük. Szervusz, Réka! Sziasztok, köszönöm, én is a televízió nézők. Tehát halljuk egymást, rendben vagyunk. Vállalkozói iskolába iratkozhatnak azok a cégtulajdonosok, akiknek 5 évnél fiatalabb a vállalkozásuk. Második alkalommal szervezitek meg ezt a képzést, részleteket várunk tőled. Miről is szól pontosan, kiknek is szól? A második erdélyi vállalkozói iskolát hasonlóan az elsőhöz, a tavalyi kiadáshoz, idén is úgy építettük fel, hogy fiatal vállalkozóknak tudjunk gyakorlati tudást adni. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan vállalkoznak érzésből, egy kényszerszülte helyzetből adódóan lettek vállalkozók, és nincsenek meg bizonyos háttértudások, amelyek segíthetik a vállalkozás működését mindennapjait. Ezt szeretnénk mi egy kicsit pótolni ezzel a képzéssorozattal, hiszen a 4 hét vége az olyan fő témákat ragad meg, amelyek a vállalkozások mindennapjaihoz kötődnek. Első hétvégénk idén Székelyudvarhelyen lesz március 25 és 27-e között. Vállalkozói készségfejlesztéssel fogunk itt foglalkozni, megnézzük, hol tartanak jelenleg a vállalkozások, milyen lehetőségeik vannak, hogyan kéne árazni a hozatott terméküket, szolgáltatásaikat, és hasonló témákban fognak segíteni nekünk Hüvös Ágnes és Orosz Adrián, magyarországi trénerek. A második hétvégét a pénzek világába, a pénzügyi világban vittük el, hiszen Táncos Levente és Tankó Zoltán fognak nekünk a pályázatokról mesélni egy kicsit, mire kell figyelni, hogyha a vállalkozók pályázni szeretnének, hogyan álljanak hozzá egy pályázathoz, illetve üzleti terveket készítenek akár, megnézik a mérlegek mutatóit, melyek azok a számok, amelyekre figyelni kell, hogyha tervezni szeretnének, és mi az, amiket ezeknél a tervezési folyamatoknál figyelembe kell venni az előző évekhez képest. A második hétvégén Csíkszeredában lesz, április 22 és 24-e között. Itt időközben jó, engedlek mondani tovább, igen, kérlek. Köszönöm. Tehát a kommunikáció és az online marketing világába fogjuk elvinni a hallgatóinkat. Kádár Magor és Sér László lesznek a vendégeink. Ők az online marketing fontosságáról, szerepéről és stratégiájáról fognak beszélni nekik, illetve Lépniány, vállalkozó, az Autonet alapítója, jön nekünk egy több éves üzleti vállalkozói tapasztalattal is mesél a fiataloknak arról, hogy hogyan lehet egy ilyen hosszú távú vállalkozást felépíteni, milyen buktatói lehetnek, de mik azok, amikkel ezekkel a buktatókat ki lehet védeni. A negyedik hétvégénket június 10 és 12-e között Szovátán szervezzük meg. Ezen a hétvégén a mentorálási a főszerep. Olyan vállalkozókat hívunk el, akik már több éve vállalkoznak, lehetőség lesz kis csoportos mentorálást, illetve egyszemélyes mentoráláson részt venni. Ilyenkor bemutatják a vállalkozók azt, hogy hol, miben tevékenykednek ők, és esetleg miben kérnének tanácsot az adott nagy vállalkozótól. Jó, az előbb arra akartam rákérdezni, hogy, és ez csak egy ilyen magánvélemény, hogy nem túl későn jön ez a fajta segítségnyújtás, hiszen már vállalkozó fiatalokról beszélünk. Ami azt jelenti, hogy ők már léptek egyet, ugye már benne vannak a dolgok sűrűjébe, ergo lehet, hogy már tudják ezeket a dolgokat, vagy mégsem, tehát erre reflektálj egy picit. Az első év tapasztalatai volt mondva, nem késő egyáltalán, sőt az ebből a segítség sosem jön későn, hiszen mindig vannak egy vállalkozásban fejlődési, kitörési pontok, és az az igazság, hogy az első évfolyam épp erre reflektált, hogy ők elindultak, úgy gondolták, hogy jól végzik a munkájukat, viszont ezt nem tudatosan csinálták, és azzal, hogyha tudnak tervezni, akkor sokkal eredményesebbek és következetesebbek tudnak lenni. Az a tapasztalatunk, így most már az első évfolyam után, hogy ez a fajta képzés épp arra épít, hogy az elmúlt 1-2 évben, amióta a vállalkozás megvan, látjuk azt, hogy milyen eddigi tapasztalataik vannak, hogyan haladtak eddig, és igyekszünk arra válaszolni nekik, hogy mi az, amiben fejlődni tudnának, hogyan érjék el ezt a fejlődést, és mit kéne ehhez másképp csinálni. Hol látszanak inkább a hiányosságok marketing terén? Felvenni a versenyt az új digitális világgal, és ebben a digitális világban is terepet nyerni, megélni? Hol vannak a hiányosságok? Az az igazság, hogy ez mind minden vállalkozásra egyéni probléma mutatkozott meg az elmúlt évben, hiszen tavaly 18 résztvevőnk volt, ez 18 különböző vállalkozás, nem volt két egyforma profil, volt szolgáltató, volt termelő, és mind-mind különböző problémákkal jöttek.
Azért ragaszkodunk ahhoz, hogy kis létszámú csoporttal dolgozzunk, hogy mindenkinek az egyéni problémáját át tudjuk beszélni a trénerekkel és a többi résztvevővel együtt, hogy ténylegesen reális segítséget tudjon nyújtani a képzés. Az, hogy kinek mire van szüksége, az nagyon függ attól, hogy a vállalkozás itt egy milyen fázisban van. Lehet, hogy egy pénzügyi tervezés során akadt el. Lehet, hogy nem volt egy kidolgozott pénzügyi terve. Lehet, hogy a marketing stratégiájával van valamilyen gibi. Tehát ez nem egy séma, hanem mindenkinek különböző, attól függ, hogy hol áll éppen a vállalkozásában. Hogyan zajlik a tanfolyam résztvevőinek a kiválasztása? Van erre vonatkozó kritériumrendszer? Igen. Nagyon fontos az, hogy a jelentkezőknek nem az életkorát nézzük, hanem a vállalkozás bejegyzését. Tehát meg kell legyen a bejegyzett vállalkozás, viszont ez nem szabad több legyen, mint 5 éves. A jelentkezni a www.rmkt.ro/evi oldalon lehet. Itt ki kell tölteni egy egyszerű űrlapot és egy dokumentum formájában feltölteni egy bemutatkozást, mi a vállalkozás, mióta működik, hogyan működik egy-két mutatót. Ezt el lehet mondani egy videóban is, és akkor a videó linkjét várjuk erre a bejelentkezési űrlapra. Március 1-ig várjuk a jelentkezéseket, ezt követően a legjobb 30 jelentkezőt visszahívjuk egy interjúra, és az interjút követően pedig a legjobb 15-öt választjuk ki. Fontos azt elmondanom, hogy csak azokat a jelentkezésünket áll módunkba felvenni, akik vállalják, hogy mind a 4 hétvégén részt vesznek, hiszen ennek a képzésnek akkor van igazán értelme, hogyha mind a 4 témát sikerült megnyerni, illetve ez a 4 hétvége, ez nagyjából mindig péntek délután kezdődik és vasárnap délig tart, azért, hogy a mindennapos munkahely mellett is, illetve a cégvezetés mellett is részt lehessen venni. Igyekeztünk úgy tervezni a hétvégéket, hogy havonta egy hétvége legyen, hogy ne legyen túl megterhelő sem azok számára, akiknek esetleg már családjukban vagy egyéb programokban is részt vesznek. A jelentkezők ezért kell fizessenek? Nem, ez egy teljesen ingyenes képzés. Két partnerünk van a képzésben, a Székelyudvarhelyi Havita Business Center és a Műhelyi Láterér Egyesület. Mi hárman pályáztuk meg ezeket a programokat, illetve ezt az egy összetett programot, és pályázati forrásokból sikerül ezt megvalósítani. Köszönöm szépen Tamás Rékának, hogy bekapcsolt és mindezeket elmondta. Hát én csak azt tudom kívánni, hogy nagyon sok jelentkezőtök legyen, és miután lejár a tanfolyam, akkor nagyon-nagyon sok sikeres vállalkozása legyen Erdélynek. Köszönöm szépen, Tamás Réka. Én is köszönöm a lehetőséget.